Csodás jó estét mindenkinek! Péntek este van. Ez egyet jelenthet, hogy horrorozunk. Ráadásul Mr. Alan Wake-kel, aki egyszer reméljük felébred. Remélem mindenki jól van. Mindenkinek a legjobbat kívánom. Vége a hétnek. Vége a negyed évnek. Persze ez nem mindenkit érint. Engem különösen, és én ennek nagyon-nagyon örülök, mert innentől egy kicsit élhetőbb lesz minden hétköznap. Jó. Szóval, rég volt az Alan Wake, rég volt a második stream, és azt tudom, hogy a harmadik epizódnál hagytam abba, mert egy olyan rész volt, ami ilyen kicsit ilyen Mission Impossible érzés volt, hogy most át lehet-e menni, vagy nem lehet átmenni. De a lényeg, hogy most megpróbáljuk. Erről van szó. Úgyhogy lemegy a kis bemelegítő cinematic, vagy mi... ott van Baymax. Hello, Baymax vagyok. Egy tízes skálán elemez fájdalmad. Szia Nari, szia Pringins! Szevasztok! Hát mi a helyzet? Csak nem kaptatok notification-t, hogy kezdődik a stream. Pontosan 8-kor. Continue game. Hogy? Was it going for Alice? Én? Köszönöm a kérdésed, amúgy tényleg jól vagyok, mert... Ne, persze, hogy nem, mert nem időbe kezdtem. visszatérve a kérdésedre, Pinjins. Jól vagyok, mondom, most... Vége a negyedévnek, vége a hétnek. Végre péntek van. Reach the Mirror Peak Lookout. El kell érnünk a lookoutot, és van 12 lőszerünk, és... Azt hiszem itt... Itt lesznek barátok. Tudnám, hogy merre kell menni most, jobbra tarts, vagy balra tarts. Ja, ott van a kis indikátor. Szóval... Én tök jó vagyok, mert most végre vacsoráztam is. Nagyon éhes voltam, ez ritka alkalom, mert általában ugye nekem van az, hogy... Tehát megmérem a cukromat, és akkor megnézem, hogy ehetek-e, ha éhes vagyok, ha meg nem vagyok éhes, akkor ugye időben... Tehát az idő mondja meg, hogy most enni kéne. Ez van reggel, ugye dél körül, meg ilyen 6 és 8 között. Úgyhogy igazából ennyi. Semmi különös. Na, a DC. Na hát, én mindig is bíztam ebben, hogy a DC-be érdemes befektetni. Ha lenne 10.000 forintom, befektetnék a DC-be, tudjátok, hogy van. De utálom ezeket, bazzánk. Jaj, ez ilyen izés. Jaj, mi a faszom, mi a dodge? Ja, a négyzet, tényleg. Ajaj. Nem tudok csak úgy futni. Ezeknek miért kell utolérni? Meghaltam. Mi ez a lajhár? In the pit of my stomach. Was it going for Alice? Mi volt ez az ugrás? Hát egy igazi író. Aha. Aha, tehát nincs, semmiben nincs lőszer. Bobby időben kezd, a noti késik, ezért nem engedi 8-kor kezdeni. Pontosan. Nem. Nekem ugye van egy hozzáállásom, és... Ugye Nono kiváltotta múltkor a Bobby tutit, múltkor, tegnap, és... Pont olyan állapot voltam, és semmi nem jutott eszembe. De most erre reagálnék, ha már itt az időről volt szó, hogy... Nem én kések. Jézusom. Mennyire meg fogok halni. Szóval nem én kések, a világ siet. Miért vannak ezek hárman? Csak így kérdezem.
Úgyhogy nem én kések, a világ siet. Ez a kimaradt Bobby tuti. Hát srácok, én azt mondom, hogy fussunk. Mert ezeket nem tudom lelőni. Ugye a... Tehát ezen a 12 lőszeren kívül nekem semmi nincs. Na tessék, Batidor, kiváltja a következőt. Á, akkor Nonónak tartozom, és ez volt a tied. Ezt jól jegyezd meg, hogy nem te késel a világ siet. Én komolyan mondom, ezt elengedem ezt a dolgot. Ajaj. De hát, ha én nyomom a dodge-ot, akkor ő... Akkor ő miért? Miért? Mi van? Miért? Miért hal meg? Miért hal meg? Na és ti hogy vagytok? Meséljetek. Mert én nekem most itt lesz egy pár trájom. És várom amúgy a tippeket, hogy hogyan lehet megoldani, úgyhogy azt is írhatjátok. 12 lőszerrel 3 ilyen teleportálós késes hegyi köcsögöt hogyan lehet eltenni lábalól, akik alapból már halottak? Vagy nem, igazából nem, én még mindig nem tudom, hogy ez ellen ezeket ő így behalúzza. Menjünk erre. Hussál már! Oda nézzetek, irgalmatlan dodzsolásokba vagyok. Most is. Áú. Menjél már! Hát most messzebb jutottam, de... Kijutottunk. Kéne fény. The place was dead. A ghost town. Had been for decades, maybe a century. Á, értem. Hát az nem irigyellek. Na. Nézzük már meg ezt a házat. Cross to go. Ó. Nem tudok bemenni. Nincs itt lófas se. Hát jó, nincs itt semmi. Jó, akkor nem kell mindenkivel harcolni. Ez mondjuk egy teljesen... Kapta. Ez mi? Hát megértelek, Nari. Azért most a Balaton Stand miatt rohadt nagy a felforgás. Ma hányan mentek hülye tetkót kérni tőled? Akik nem megtervezve, nem időre jöttek, hanem csak így random. Nem sokon múlt. 17 év. Jaj, nézzük már meg, hogy amúgy mivel cserélem ki a... Az aksit. Mert az... Hát én azt így elfelejtettem. Drive. Igen, fut. L1. Jó. Hatan, de nem váltam. Nagyon helyes. Húzzanak a faszba az ilyenek. Mi van erre? Ó, be lehet ide menni? Nem. Nem. Ott egy termosz. Pick up batteries. Nagyon jó. Már 19 aksim van. Ami... Hát ha már nincs flash bangünk, meg flareünk, akkor ezek jók. De amúgy nagyon durva, hogy ennyi fele lehet jönni. Tehát ahhoz képest elég kötött a játéknak a pálya szerkezete. De így kicsit körbenézésre jössz, hogy amúgy nem.
Amúgy vannak ilyen random kis... Ott benn van valami, nem? Vagy csak... Csak azt hittem. Valami nyögött. Szellemvároson kell keresztül menni, hát tökéletes. Mi történik? Na megint jönnek. Jönnek a tárgyak. Maradj ott. Én az oszlopokat kihasználom. Jó. Töltődik. Jó, nem kell aksi. De! Úristen! Segítség, megtámad a traktor! Te nem jössz szám nekem! Gyerünk! Jó, kiégette. Francban még mindig itt ez a szemét. Még te is jössz? Ne! Segbe fog támadni. Kapod. Hú! Megvagyunk! Éljen a győztes hősünk! Ez jó hangzik. Checkpoint reached. Szeretem, amikor ilyet ír ki. Hát... Erre nem lehet. Nekem ez eléggé boss fightnak tűnik. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Menjünk. Persze. Mielőtt még nekem jössz, köcsög. Ajaj. Ez megbaszott. Jó. Egy megvan. Gyerünk! Nézd meg, hát mi ez? Hát megbasz a vonat. Ah, megvan. Hú. 7 darab maradt. No. Szereztünk egy kulcsot. Szóval... Jó újság, srácok, hogy vagytok? Ti is bejöttök velem ebbe a házba? Na. Aha. Ez az! Flare. Flare gun. Lesz ilyen fegyverünk? Aj, de utálom ezt. Outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books. Yeah, fix. By Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet. Csodás estét neked is. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake. Using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself.
His girlfriend being taken over by a dark presence. About growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. Hmm. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Fasza. Na, a Batidor az jó hangzik. Mindentől pihi lesz. Mi a Stiselfix? Jó látni. Mi ez? Hunting rifle. És mit cserélek le? Hát, és... Na várjunk csak, van... Nem. Ezt le kéne cserélni. Úgy-úgy, és akkor ebben van 11 lőszer. Abban meg ugye nem volt egy darab se. Ez egy szél... Szélmalom? Azt halljuk? Na, helyes. Ja, Koli, bocsánat, azt még nem olvastam el. Pihenjél, Batidor, pihenjél. Itt nem volt ajtó? De volt. Nem akarom elképzelni, de... Úgy feleshatásos volt, hogy... Konkrétan... Nem mondod! Hosszú idők küzdelme során vért verejtéket nem vagy csak ezt nem sajnálva. Jézusom. Emmemből. Ki faszom töri le a fákat? Hát akkor... Akkor végre sikerült. Akkor jöhetnek a dolgok. Havas Yeti. Csak nem a Havas Yeti volt. Jöhetnek a dolgok, meg már a bekészített setup. Ja. Pszt. Mármint a gyors nethez. Mi volt ez? Vannak néha olyan furcsa plusz hangok, amikre csak így... Nézzek, hogy most igen. Nincs senki. Ki az? The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Na várjunk csak. Én tudom, hogy arra is lehet menni, de erre mi van? Ott egy láda. Loot! Miért álltál föl? Mindent fölveszünk. Pickup flare gun, de hát... Jó! Peter Jackson féle. Hű, na várjál! Tehát most egyszer láttam és nagyon régen. Vagy lehet, hogy csak részletekben. Viszont nekem ma megint elment a netem délután, viszont büszke voltam magamra, ahogy te is mondtad Elfix, most erről jutott eszembe, hogy betelefonáltál. Büszke voltam magamra, mert betelefonáltam délután és mondta az ügyintéző, hogy hát ő azt gondolta, hogy ez egy elszigetelt dolog, aztán megnézte a diagnosztikát és mondta, hogy így a környéken minden modem lecsatlakozott a hálózatról. Jaj, ne! Madarak! Úgyhogy... Úgyhogy mondta, hogy ez így jó volt, úgyhogy indítják a... Indítják a javítást, és... Mire az ott a modemek lázadása. Nem ez szokott lenni ugye, amikor nálam nincs net, akkor igazából az egész házba, meg így a környező házakba sincs. Úristen.
Mondjuk azt nézem, hogy ezek a madarak, nem is kell rájuk fókuszálni. Júj! Ne! Ellen! Mit csinálsz? Wasted. De az a 97-es? Ah, hogy így mutatja. Két csapat van, én szerintem addig nem indulok el, amíg nem halnak meg. Hát egy már meghalt belőlük, de hát most ezzel mire megyek? Micsoda Jumanji zene. De nem jönnek, mi van? Na jó. És most? Még egy pár, úgy. Nem! Bassza meg, de sokan vagytok. De jól látom, hogy hiába teszi be az aksit. Így, ó, nagyon jó, hogy pár kidurrant. Na jó. Ezek újra jöttek, bassza meg. A sugárvetőm ellen nincs hatalmatok. Az a fura, hogy rájuk nem is kell fókuszálni. Na? Nem akarok leesni. Pá-pá-pá-pá-pám! Huk! Ott jön a következő. Már ha jönnek. Jó. Aha. Fasza! Nagyon jó helyre jöttem. Szóval... Azt hiszem, mondd emberek lázadása. Abban volt, hogy megtalálták a Kong lábnyomát, igen. Mindenek van ekkora nyoma, beleszív a szivarba, hova sietinek? Hú, akkor ez nem az, amire gondoltam. Dunföldi krebaj, az pontosan azok voltak. Nem, akkor én ezt nem láttam. Úgy azt a 2005-öst. Hopp! Én úgy érzem, hogy ez a talicska meg fog engem támadni. Nincs semmi. Tyú, gyerekek! Nagyon jó. Nagyon jól érzem magam. Kicsit sincs sötét. Meg amúgy... Ki az? Mi? Tunnels... Cauldron Lake. Ki beszél? Mi a? Mi a picsa? Én nem erre kéne menni, mi? Azért csilingelt. Szia, Sam! Rossz irányba mentem. Ez volt a baj a játéknak. Igen.
Ó. Oh. És mi a flare gomb? Azt is elfelejtettem. Basz meg. Mi a flare gomb? Igen. Select. Throw. Nincs flare. Talán dobás, nem? Oda nézzetek, ott egy ráklap. Fény. Loot. Nekem ez nem tetszik. Na ne basszál, hogy sziklák jönnek. Mi vagy te? Anyád. Na várjál, lehet, hogy a flare gun kéne. Hol a nagy csóka? Ott jön. Fuck yeah! Szen, ezt most hogy kérdezed? Nem értem a kérdést. Tehát, hogy most Radics Petis videót akarsz megosztani a cseten itt? Vagy hogy érted? Na, merre kell menni? Hát akkor küld el neki, hát most. De váltsunk át kis pisztolyra. Termosz! Mert amíg a videót nézi, hál' Istennek, addig nem látja, hogy hogyan szenvedek, mi? Ezért küldöd neki. Vald be, ismerem ám a trükkjeidet. Tudom, hogy te fogtad meg a seggem. Kevés a izém. Kevés az aksi. Arra. Jó. I'd have to make my way up this mineshaft in order to go on. Maybe the machinery could help me. Annyira lehetetlen helyeken megy, bazd meg. Amúgy tényleg az egy jó ötlet. Sokkal egyszerűbb. Vajon ez a gomb mire jó? Mindjárt nyomjuk meg. Igen. Ez most nekem jó, mert én rá tudok ugrani. Én szépen fölmászok. Igen. Találtam még egy gombot. Hú! Szerintem... Aha. Na már, jó, értem. Ez úgy egész... Ez így működőképes, nem? Ne!
Attól függ, hogy ennek a tetejére tudok-e menni. Mert az egész attól függ, hogy... nem jó. Nem jó, visszább kell. Értem én. Mindent értek. Szia, sima bőrű. Bebugolt. Ez így, tökéletes. Nem baj. Örülök, hogy itt vagy. Jaj. Bocsánat, kicsit elkalandoztam, mint papa pipán. Túlélted a mai napot? Korát freak, nézz ennek oda, hát szevasz. Oké. Igen. Ezt lerúgjuk. Lemegyünk. Szépen fölvisszük a liftet. Én most értsetek meg, én ezt most teljesen úgy kezelem, mintha egy mérnöki vizsgán szóbeliznék. Holott ez csak egy kibaszott videójáték. De ezt szeretem a játékokban, hogy én a kis bölcsész, akinek a matematikával mindig hadilábon kellett állnia. Egy olyan emberek, mint én, ezek nagy élmények. Jézusom. Baszki, ezek a hangok. Hey! Mi van? Mi van? Hát de... Na jó fele megyek, most miért világított az a szar? Na hát az! Egyik szemem. Az kemény volt. Kik? Azért most már Ellen kemény csávó lett itt a játék közepére. A fasz tudja, hova kell menni? Nem mondd már, hogy nem fölfele kell menni, hát azért csak kíváncsi, hogy mi van fönt. Sőt, még loot is van. Csak megnézzük már. Ó, és van egy papír. Csak annyi történt, hogy megnyomtam a fókuszt. Oda kell mennünk. Jó. Mondjuk arra jó volt ez a rész. Nekem tudja, merre kell menni. Most így beletörne a lába valami deszkába, és így taknyon csúszna. Az eléggé jellemző lenne rám. Ó, megint jönnek ezek a gecik. Tudjátok a szabályt. Ó, zipline. Vagyis hát itt van valami. Na. Oké. Batteries. Fossa. És
Iszonyatosan jól meg van csinálva ez a játék, srácok. Annyira adja a hangulatot, és annyira szabad minden. Segítség! Lesztek köcsögök! De el ne dobd, bazd meg! Azaz! Akkor is lerakom. Ne! Bazd meg! Ide rak le egyet. Geci! Megint mi van, bazd meg? Mi történik? Ellen, Ellen, őrizd meg a nyugalmad! Erről van szó. Imádom! Fasz trágók, bazd meg. Mi a tököm döntögeti a fákat? Biztos azért, hogy arra ne tudjak menni. Jaj, bazd meg, azt hittem tényleg rám borul. Hú. Micsoda? Garabaldi. Volt erre valami? Nem, semmi. Mehetünk tovább. Hát amúgy igen, miért pukkan már? Jaj. Hát úgy látom visszafele már nem erre megyünk. Meg volt a ház. Mikor érem el a checkpointot? Harc lesz. Ez egy tipikus olyan rész. Mi történik? Mondom. Igen. Fuck yeah! Van még valaki? Hú! Ja, először látod azt a játékot. Na! Nagyon jó! Én is! Koracvik, tartsunk össze! Ilyen kecskéket. Az a dodzsolós lövés! Ja, hát itt vagyok a izé alatt. Ha! Oda nézzetek, hát a végtelen loot. Minden föl van töltve? Akkor lehet, hogy föl tudnám venni. Így. A revolver nem lehet. Jó. Cauldron Lake. Igen. A vulkán maga. Jó, igazából semmi érdekes. Persze, azt megnézted, amikor én NFL-el fogok, vagy Madden, vagy Madden, vagy mi a neve, azzal nem fogok játszani, biztos. Na,
Egy függő híd a ködben. Mi baj történhet? Fussunk, bazd meg! Ellen! Ellen, fuss! Nem tud futni. Jó. Mi fog jönni? Na ne! Így, így. Nehogy már összeszorítsatok. Még egyet. Ezt kap ki öcsém. Bazd meg. Fuck yeah. Bocsánat, túl sokat mondom ezt a fuckjét. Most már átszokok valami másra. Mi van? Mi van? Vagy mint Kati Béla? Nem vagyok buzi! Várj csak, hop. Van valami. Erre? De miért mutatja... Ó, igen. Hello. Most már tudom, miért mutatja. Kis flergán. Ja, hogyha onnan jövök, akkor azt ott meg tudom találni. Sejtelmes ez a rész. Mármint, hogyha az összes rész nem lenne sejtelmes. Váltsunk át stukkóra, mert ez a flergán elég OP. Nekem tűnik érdekesnek ez a rész. Fif. Gyönyörű. Nem tudtad volna egyenesen rárakni? Na mindegy. Ja, kik? Bassz meg. Kitesítette magát ez az ellen? Én úgy ért... Ne! Nem mondjátok, hogy oda be kell menni. Miért? Nézzétek meg! Vak ajtóba vezet a lépcső. Ki lakik ilyen helyen? Csak nem a pincén keresztül kell menni. Ó, ott van egy termosz, az megnyugtató. Fif! Ki? Tom. Who the fuck is Tom? Adjál nekem lootot! Nem nyílik a szekrény. De én nem ismerem Tomot. És mennyire jól adja, hogyha közel mész valamihez, akkor ugye a szúrófény az... Hát akkor ugye kevesebbet látsz. Jézusom. Megrezdült, bazd meg, a kontroller. De bazd, hát én nem tudok tovább menni. Ja nem, hát innen jöttem. Ne. Nem mondjátok, hogy ne... Akkor legalább a bútorok repkednének, és akkor legalább oda repülnének, hogy ki tudjak menni. Itt se tudok kimenni.
Haj, de jó hangok vannak! Á! Hát, szerintem azt hittem még egy órába bele fog telni, hogy... Checkpoint reached! Jaj, de jó! Az tök jó, hogy van shotgunom, de nincs shotgunom. A végtelen flare. Itt volt valami, nem? Ott van. Hunting rifle. És... revolver. Föl kell menni. Te vagy ma, nem tudom. Tessék, kiértünk a tetőre. Ez itt a lőterasz. Mi van? Hányan vagytok? Flare, 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 flare! Volt még valaki a lépcsőn, nem? Köcsög! Na végre! Te vagy... Larry Mercury! És ezek amúgy nem hagynak maguk után semmit, tehát így meghalnak, vagy elpárolognak. Mint a reggeli harmat, és akkor cső. Kurva jó voltam, úgy beszakadt, és most hogy menjek? Na? Jó. Hát ez nagyon ügyes ez a fiú. Au. Mi ez? Haladjunk tovább, az a biztos. Fox Mulder vagyok, FBI. Az Éva zseblámpám és pisztolyom. Ez a visses x-akták zene, sajnos copyrightos lenne az eredeti, úgyhogy csak így dúdolom. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Meg amúgy az a durva, hogy hihetetlen nagy pályát csináltak meg. Ali? Nem tudom, ki beszél. Na jó. Bocsi, túl messze vagyok, nem hallom, mit mondasz. Bla 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 bla, nem hallom. Ne nyávogjál, már mindjárt odaérek. Lehet, hogy nem érek oda. Nem bírtál volna egy percet várni, mielőtt még megdöglesz? Nem, itt van. Nem halt meg. Bazd meg. Hoppá! A Nesze szellem! Elvitte!
Az az igazi, felkap a szellemvihar, és te meg bebaszod a flert. Ezért másztunk ekkora hegyet. Amikor jól tudom, a flare víz alattiség, nem? Vagy az a cucc, ami benne van, az ezt bírja. Én nem értem, mi történik. Ez a harmadik stream ebből a játékból, semmit nem értek az egészből. Na, a felénél járunk a játéknak. Nem ez a zenekar csinálja izének a zenéjét? Mindjárt mondom, Peaky Blinders. Birmingham Bandai zenét. Szia Zoli! Na srácok, nekem, én mindjárt jövök. Én eddig energiaitalt ittam, de nem, nekem ehhez kell valami. Különben is péntek van. Négy év zárás, tegnap meg névnapom volt, úgyhogy ezt úgy hívják, hogy megérdemlem. Én nem vágom. Ezt, hogy az a rendőr is miért lőtt össze-vissza. Aha. Alan. Shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Karatrik. Ez a mennyország, amit leírtál. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now it's very important that you stay calm. I don't want you to have another episode. Köszi. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Hú, az a játék. Kiégeti a retinámat. Just let go. Ez para. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Semmit nem írt. The door was locked. I was a prisoner here. De közben halló. Hey. Szava. Good evening, Alan. Are we feeling better? Anyukája? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message loud and clear. Why? Köszönöm szépen. That's the spirit? You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Okay, kövessük. This corridor is for patients. Creator's dilemma. Jack took them out for a fishing trip,
Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. Szia, Timcs. I honestly believe we can get this thing under control if we can. Két napja eltűnt. This way, Alan. Ezt a parasztot, azt mondja, this way. És így rám bassza az ajtót. Amúgy ez a csávó is eléggé Dusty Hoffmanos az eső emberből. Hova megyünk? Hogy vagy, Tincs? Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just... értem. Hát akkor nem számít neked, igen. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate world in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Honnan tud ennyi mindent? I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation. Meghalt a feleségem? Subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Francba. Nem lehet meglógni. Itt vagyok. Hát. Ez elég para hangzik, de ja, megértem. Hát, Timcs, kitartást. Nem baj, remélem. Föl lesz dobva a hangulatod. Never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. Ez is olyan álomnak tűnik. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Mi itt voltunk az álmunkban, nem? It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way, follow me. Hát amúgy alap. Right now we're in control. Megy a sztori. Hol a loot? From the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Because you don't want to admit that you're not. Azt akarja nekem bemagyarázni, hogy a feleségem balesetének a feldolgozására alakultak ki. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. Once you accept that, you begin the journey towards your recovery. Nekem ezzel az egész sztorival ilyen eredet feelingem van, hogy így. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Fel akarok menni a termoszért. Scary. Itt is van.
Szóval azt akarom mondani, hogy nekem ilyen eredet feelingem van. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Szóval mi most egy másik szintjén vagyunk ugyanannak a halucinációnak, vagy fantázia világnak? Hé, hey, ott van, ezt kerestem. Harley Quinn is itt van? Itt a medve. Várjál! Mindjárt! Ne selfizzé! Nem ismeri fel. Jaj! Hopp! Utasd! A beginning. A primordial forest. Harmadik vízió. Igen, ilyen álom az álomban feelingem van nekem folyton. Hogy ezért nem tud kiszabadulni, és próbál, az a durva, hogy ezen belül próbál ő racionális maradni. És igen, igen, Korázfik, pontosan. Mert minden, ami ezen a helyen van, kép, a csajnak a lihegése, amúgy ezt mondtam, hogy ahol ugye a sárga cucc volt, ott hallottam a csajnak a valamilyen lihegést. És... ismerem ám ezt a mozdulatot. Hasonlít valakire? Nem. Hello. I've painted you. Okay. Engem. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes. Hogy engem fest? I was doing, but now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Milyen vidám kép. Yeah. He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. Azok ketten meg abból a hamburgerezőből vannak. A két kalóz. Ja. Amúgy félreértés ne essék, még mindig az a feladat, hogy follow Dr. Hartman. Csak... püf! Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel... elindította azt, még ott sem vagyok. Hello? Hey. Ez nem a Dr. Hartman. Ah. Igen. My rheumatism is killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. Night Springs, Night Springs. Ez ment a tévébe. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. Kell egy ilyen kalapács. TLC, ez lesz a Bonhammer. More that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark.
Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. Most nem emlékszem, azt mondta az elején, hogy... Not crazy like us, Sonny. Yeah. Being crazy is a requirement. Ugye itt csak művészek vannak? Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's gotta go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was... Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. His fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. Clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of special stuff at the farm. Our own formula, local ingredients, medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed leather patches on the elbows. That's not very rock and roll. Tom just lost his all. So mindenki művész. I got to him too, the damn witch. She used us all, taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. Ez meg az izének a szinkron hangja. Brocknak a szinkron hangja God of War-ból. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Ez. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and raw. Ezek meddig beszélnek? Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy. Mm-hmm. Let her. You went and opened the door for her, didn't you? Igen. Sajnos engedtem annak a nőnek a kísértésének. Tudjátok, az az öreg lány, aki ott az árnyékban, meg a hotelnél engem ott megkísértett. Vagy aki a kávés csajt megbuherálta. Welcome to the condo. We are here to give you a specialized help you need. However, please observe the following. Please ask friends and family to schedule visits beforehand and ensure don't interfere with your therapy. Again, periods of creativity and... Please respect your fellow patients' need for privacy and personal space. Okay. Az elméletem. Van egy cég, alapítvány, mit tudom én mi. Aki kifejlesztett valamilyen kreativitást pörgető gyógyszert, hogy amúgy mások szépen meg tudjanak gazdagodni, mert hogy ezen a helyen van festő, zenész, ő az író, a csaj az, aki ott ült, az nem tudom, mit csinált, a srác az, hát nem tudom, hogy az harcművésznek lehet-e tekinteni.
És hogy ezért lehet itt írni, és hogy szerintem ez a cucc, amit ugye, amivel ugye kezelnek minket, ettől mindenki megkattan. Elején elkezdi érezni azt, amit csinál, jobban, hogy ugye jobb legyen, de szerintem történik egy kattanás, azt ezért menekülünk repülő talicskáktól, az meg, mert ezt a szart nyomják belénk. Hopp, van valami. Miért nem lehet bemenni? És van tévé is. Bassza meg. Hát vissza még a szobánkba, tuti meg kell kattannunk, mert oda be kell mennem. Csávó. I'm in charge now, and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher people who want to make a contribution, so they can say they made a contribution, and then we end up with mullets. They think mullets are funny, but it wasn't supposed to be about mullets, and now it's about mullets. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came back from marketing. Az meg ez a srác elmondja a gameplayt. We needed to go big in the target demographic. Mert ugyanezt mondta Ellen is, hogy I'm in charge in the imagination. Bika még az nem akart engem meg. Why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Ezt akarják. Jó. Elkezdek írni, és akkor kezdődik a gebasz. Tehát, hogy mindig akkor kezdődik a gebasz. Mikor közeledik ahhoz, hogy írjam. Tessék. I'm trapped in this cabin, have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me. Meg kicsit olyan, mintha a csaj nem halt volna meg, csak beadták volna azért, hogy itt maradjak. Jó, mindenki ott van még. Brutális. Ú, ott az a rohadt bagoly. Emerson. Wake. Milyen nevek vannak? Várjunk csak. Emerson. Death. Hé, hey, ő a metabanda. Hartman wanted me to write. Lane. I couldn't, but I figured I should just play along for now. Ő a festő. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. Diesel. Hát ő nem tudom ki. Ő nem tudom mit csinál. Na jó. Persze az előbb, amikor oda mentem hozzá. Hey Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Mi ez a parancsraírás? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Bozzak, azt merre menjek? Investigate the racket. Ez az izé lesz. A... Mi... Ja, a metalbandás.
Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office. Az meg az igazi kalapáccsal verték agyon. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. Face the music, Birch. It's time to pay the piper. Ezt a kurva bazd meg. Melyik a Hartman's office? Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shred! Barry? Ow! About time! Barry! Man, mi a fasz keres az itt? We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a fasz történik. I demanded to be treated as such, or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that fed gave me a real hard time. I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here. Érdekes, hogy pont egy lámpa alatt van Ellennek a posztere. Stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Engedjél már tovább, bazd meg. Na. Azt a durva, hogy ne, el se kellett aludni, meg írni se kellett, ahogy árnyékra mentünk, egyből ott megszólalt a tévé. Please, you're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. És lehet, hogy tényleg elköveti ezeket az erőszakos cselekedeteket, mert ettől azértől erőszakos is lesz. Sőt, tehát az erőszakos, az a sötétség, az lehet az ő, az az ő énje. Lehet, hogy önmagával küzd. Vajon ablak? Vajon ajtó? Segítség! Megbaszott a sötétség! Ne! Baszd meg! Ne! Passz meg! Escape the clinic! Ne! Hagyjatok békén! Megütött a bútor, bazd meg! A kurva életbe! Gyerünk már, jön a sötétség, gyere, 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 gyere! Hogy megyek én itt ki? Ó, a generátor! Pussál már, bazd meg, nem? Picsába! Mi jön ott? Nem tudok koncentrálni, mert ott a kurva feketeség.
Yeah, escape the clinic. Nem! Húzzál már ki! Kurva jó, azt a medvék. Ok. Van pisztolyom. Semmire nem megyek vele. Ablakot? Milyen ablakok ezek, bazd meg? Akkor is meg kell kerülnöm. Flare. Akkor ez csak ezért volt itt? Jó. Ja, hogy már ráborult az ajtóra. Én mindig L3-mal akarok futni, bazzen. Ott a manuscript. Nincs izém. Oké. Meg kell várnom, míg bejut. Bejutott? Gyere, gyere. Itt vagyok. Kapja. Menjél már, bazd meg, hát hogy lehet ennyire szar lassú tetű? Ezt nem hiszem el, bazd meg. Au. Nagyon jó. Hú. Ha, szavasz. Jó. Kösz. Az ide. Hú. Bazd meg, inkább nem nézek ilyeneket. Ne! Ezt a kaput. Nem tudom, mi akar engem követni. Na végre. Nekem elég ez. Hú! Azt mondja, the house looks bad. Hát, elég ennyi kifejezés. Nagyon jó, mindenünk van. Ez nem olyan. Ú, hát egy ilyen játékban semmi más nem kell, bazd meg, csak egy kibaszott labirintus. Ó, és még támadni is fognak. Kurva anyját. Zsák utca.
Tehát is, bazd meg, ha miért jött? Szia, kreatív form! Szép estét! Bubi, viesik, ja? Hát ez az volt, baszki! Csak az több órán át tart, amíg én egy IKEA-s butot próbálok összerakni. Hallottalak ám te szemét? Nagyon jó. Ne basszál már, hogy körbeértem, bazd meg. Kapta. De ott a lámpa, bazd meg. Csak arra kell menni. Áú. Húzzál már innen! Nem? Meg fogok halni, mert nincs elég lőszerem. Beszorultam. Meg fog halni. Ja. Az lesz. Az a helyzet, hogy nem. Azt mondjuk, az ásóval neki tudnék esni, de... Nincs itt valami kakasülő, ahonnan... átlátnám, hogy mi merre hány méter. Szerintetek? Az a kérdés, hogy amúgy változnak-e a dolgok. Hát jó, tudom, hogy mindjárt megjelenik. Igen. Au. De ez sugárzott! Hogy a faszba nem? Oké. Itt még itt jönniük kell. Amikor jönnek sokan, akkor viszont tényleg a flare-rel fogok. Itt.
Jó, itt van ez. A. Most a menedzser is így bekattant? Na bazd meg. A kurva anyád! Ott a loot! Nem! Áú. Az egy csak egy termosz. Kibaszott termosz volt, én azt hittem ott valami lőszer van. Oké. Okay. Spóroljunk a lőszerrel. Ha rámegy, ó, itt is van még. Csak ezt nem vettük észre. Revolver ammo. Na. Ez még nagy segítség. Flare gunnal telibe kéne találni, és nem mellé lőni. És tele van egy kurva madára, bazd meg. Meg. Nem, de nincs időm felvenni. Ki kéne kergetni? Tincs, mi veled vagyunk. Azt nem tudom. Ez hogy oldjuk meg? Hatalmas... Oda kéne érni ahhoz a szarhoz úgy, hogy ő nagyon messze van. De kéne csalni? Nem? Bassza meg, de kurva dodge, bassz meg. Most nem tudom, hogy a flare gun a földön volt, vagy a izéből volt. Szia Bambi! Szerbusz! Nincs! Nincs, nincs, nincs. Ugye nemrég nullázódott le a cucc, úgyhogy most ezeket mind most szedtem össze. Hát run. Oké. Okay. De a flare gun-t akkor is bele kéne ereszteni a csávóba. Az meg tényleg az a cím, hogy proszit, nem az a lényeg, hogy vele megküzdjek. Szekrényben volt, jó? Nem jó! Fellöknek a kurva madarak! Ah. Ha
Akkor is össze akarom szedni, ami ott van. You'll be nice and cool all day long. Amúgy még egész tűrhető lenne. Megvan! Jaj, de jó, hogy még ti is jöttök! Elég dössé? Aha, esélytelem. Rip. Rip. Tehát, hogy oda lemegyek, akkor kicsalok még párat. És Zoli, szerinted hol van a flare? Mert amúgy teljesen jó, amit mondasz, de honnan szerezzek flare-t? Tehát a jobb felső sarokban te látsz egyáltalán egy darab flare-t is. A flare gun a földön van, de a flare gunnal egyenesen lövök vagy a madarakat, vagy a csávót. Azt nem tudom a földre letenni. Szóval én értem. Köszönöm, hogy segíteni akartok, de nem... Ez a kibaszott dodge, hogy akkor dodge-ol bazd, amikor már nincs ott senki. Ez is olyan játék, hogy egyféleképpen lehet megoldani a dolgokat? És addig mész a fejjel a falba, amíg nem jössz rá? Arra az egyetlen egy szögre, egyetlen egy időzítésre? Semmi értelme, mert ha... Tehát, hogy a dodge és a kibaszott sprint az... Tehát ennyi a dodge, ez. Nem lehet kidodzsolni. És fut, és fut, és fut, és... Nem. Nem kell most ez. Nem akarom otthagyni ezt a szart. Keci, húzzál már ki közülük, bazd meg! Hát nem hisz, én ezt... Nyomom a jobbrát, ő meg elkezd balra így menni. Így, ennyi. Nyomok egy jobbrát és egy dodge-ot, és ezt csinálja. Nem jobbra dodge-ol, hanem elkezd így futni. Nem tudom, kitaláltak az irányítását ennek a játéknak, de ugye elbeszélgetnék vele, hogy... Amikor PS-re portoljátok a játékot, és a kontrolleren valaki jobbra nyom egyet, az analókkarral és egy dodge-ot, akkor miért fut abba az irányba, miért nem dodge-ol?
Ezek belelőm az összes lőszeremet. Nincs, nincs. De nem, a földön lévő szar. Kurva anyád. Én szerintem a csávód az meg. Te. Ezt a fasz bazd meg, de komolyan. Fussál már! Fussál már! Na meghal, bazd meg. Meghal, geci. Meghal. Nem. Kurva idegesítő, hogy vagy egy karakterrel, az a feladatod, hogy fuss, és nem tud futni. Olyan jó játék lenne. Ennyi volt, kész. Ott a fény! De ennek így mi értelme van, bazen? Nekem kellett volna az a kibaszott... A kurva anyag. És nem... Nem. Nem. Nem tud futni. Nem azért, de hogy de, hogyan faszba repülnek ezek idebe? Hallom, hogy jöttök. De ott maradt a loot azért, mert... Na? Hogy? Hogy? Nem, nem, tehát hogy a dodge... Nem, nem hiszem el, bazd meg. Nem. Minek? Minek? Ja. Most akkor igazából át kell szaladnom, úgyhogy az első kettőt én izé... első kettőt kidodzsolom őket valahogy.
Nem, tök mindegy a dodge. Nem, tök mindegy a dodge, bazd meg! Nem, tök mindegy, teljesen mindegy, mit csinál. Mögülem jönnek. Logikus, hogy előre dodzsolok. Teljes. Miért sebeznek ezek, ha berepülnek a fénybe? Nem úgy van, hogy a fény kinyírja őket? Vagy a... Ilyenkor a szokásos válasz... Annyira nem nyírja ki. Kész, elfáradt, bazd meg. Ennyi volt. Ugye mögülem is meg... Tudtam, bazd meg, hát az anyádért. Nincs flare gunom, bazd meg. Lőjél már! Lő! Lő! Elővette a pisztolyt és nem lőtt. Mit iszok? Sört? Elővette a pisztolyt és nem lőtt. Van ilyen? Mit akarsz, öcsém? Fasza? Ja, hogy most még nem. Működött. Működött. Azt nem értem, miért telik ennyi időben, míg odaérek, ahova a csávó mutatott, ahova érjek. Én is idegből iszom azt a sört. Itt van valami írva. Emil made Tom do it. Emil. Who is Emil? Ezek valami űrmacskák? Basz meg! A kurva! Ne, nincs lámpa, bazd! Én azért futottam ide! Nem! Nem! Utálom ezt a játékot! Miért tűnt el a lámpa? Nem tudom visszatölteni a HP-mat. Mi van itt? Mi van itt? Miért jelölte a játék, hogy itt van valami? Okszasan, jó éjszakát, aludj jól.
Remegnek a bokrok, bazen. Végre van flerganom. Ezek nem űrmacskák, ezek varnyúk. HP. Boss fight lesz, mert lootolunk. Olyan megtámadnak a bokrok? Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down. Given proper direction. Lehet, ezeket el kellett volna olvasni. Promising subject he'd had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Ó, egyet kihagytunk. Ott van. Way. You're alive. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so. Nézd meg, azt elbújja szemét. Nem. 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 Ki se tudtam szabadulni. Próbálok kidodzsolni két ember között. Bazd meg, ezek itt vannak! Nem! Akkor is eltalál, bazd meg! Keci! Hiába találta meg a kulcsot, geci! Átestem a cinematikon! Fuck yeah! Hát csak a passzom rá, hátsó ülésnek kezdi! Baszki, átestem a cinematikon holtan! Care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Én nem hiszem el ezt a játékot, bazen. Jó, oké, köszönöm szépen. Lement a cinematic és visszatöltötte a képernyőt. Jó, oké, tehát akkor megmutatta, hogy majd ez lesz, most nem ez jön. Én befejeztem. Mára nekem ennyi elég volt. Az LMV-hez egy külön kipihentség és
odafigyelés szükséges. Nekem most egyik sincs meg, úgyhogy ezt majd folytatjuk. Mindenesetre köszönöm szépen a figyelmet. Nem szeretem az ilyen dolgokat, tehát akkor kezdjük előről, és ne induljon be a cinematic, mert ilyenkor nagyon mérges vagyok, hogy akkor most... Akkor ez most minek kellett? Na mindegy. Jaj! Igen, ezt akartam, hogy így behozni a lemaradást, szóval Bambi nem csak, hogy a Mitty szóparancsal ugye hidratálni akart engem, hanem be is rédelt engem, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a rédet, meg Bacitónak köszönöm a Bobby Tuti kiváltását. Pontosan, új út elővel újra. És tudjátok, ilyenkor az zavar, hogy egyik oldalt ott vannak azok az emberek, akik játszották ezt a játékot, és csak ezt hallom. Imádtam, kedvencem, kurva jó, egyik legjobb game, és ez így, mint egy ilyen 16 kötetes Lenin összes, ez így rá a vállamra, hogy Bobby, ha nem tetszik, veled van a baj, mert ez kurva jó. Ha béna vagy benne, akkor te vagy béna, nem a játékszar, mert ez egy nagyon jó játék, úgyhogy Bobby, neked ezt tetszeni kell, szeresd ezt a játékot. És akkor így ülök, hogy jó, oké. Vannak részei, ami tetszik. A közelharcra épít a game, viszont a közelharcban való mozgás a leggyengébb része. Még a célzás meg a lövés az is tök jó. Meg ez a zseblámpás dolog, ez tetszik. De az, amikor azt mondja neked, hogy dodzsoljál, és nem tud, meg fuss el, de nem tud. Az elején még azt hittem, hogy lesz valami stamina fejlesztés. De nincs. Úgyhogy ezek azok a részei, amik így... Na de mindegy, elengedjük, szúszá. Értek, hogyha nyomozós, egy ilyen pszichedelikus író nyomoz, akkor az egész... mi ez? Ez a kerti jeleneten felesleges, mert akkor meg, ahhoz meg túl akciódús. Ha meg akciójáték, akkor meg... nem akciójáték, én ezt értem. Nem, valahogy nem. Valahogy érdekes, különleges. De... Végképp frusztrál az, hogy 6 chapter-ös, és a harmadikat befejeztük, és hogy így nem érzem, hogy haladunk. Ez egy jó játék, Bobby! Ez egy kurva jó játék! Ja, nagyon jó. Én folyamatosan arra figyelek, hogy szeretném élvezni. De lehet, hogy az a baj, hogy nem vagyok kipihenve, úgyhogy Nem bántom. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Jól esett ilyen sokan összegyűlni. És holnap találkozunk, nem tudom, hogy 9-re írtam be a Dark Souls-t, vagy 10-re. Az legyen inkább 10. Még reggel van dolgom. Úgyhogy jók legyetek, jó éjszakát. És egy dolog még eszembe jutott, hogy tegnap nem sikerült a raid, mert nem volt kit. Úgyhogy most kit támadjunk meg. Anarchy alienezik, Martin Stark diablózik. Anarchy vagy Martin? Na, hát Creative From, én is valami ilyesmit érzek. Többször frusztrál, mint lenyűgöz. Tehát egyelőre ilyen 60-40 arányban van a frusztrálás az élvezethez képest. Döntsetek! Diablo vagy Aliens? Mert most azért viszonylag
korán elkapott a Quit. Kicsit olyan amúgy a futás része. Nem tudom hasonlítani a Last of Us-hoz, mert a Last of Us-nál kifinomultabb volt. Legyen, menjünk Anarchy-hoz. És remélem. Jó. Megrédeljük, hogy azért mégiscsak legyen content, mert ilyen korán feladni nem szeretem, de több értelme van, mint itt szenvedni. Ez most úgy betett nekem. Azt hittem, hogy legalább megvolt a rész, mert végülis az ajtó kinyílt, és én átestem, csak hát... Nem akkor, amikor kellett volna. És az, hogy azt látod, hogy jönnek szemből, és egyszer csak oldalról, ez úgy... Úgy, hogy ez a csáva meg szerencsétlenkedik, annyira kurva idegesítő karakter ez a Puffy Jack is. És még mindig kurvára nem tudom, hogy mikor vagyunk a valóságban. És ez nagyon frusztrál. Nem értem az átmenetet, nem érzem a súlyát, hogy most... Most átmentünk, most kezdődik. Hanem folyamatosan egy körhintába vagyunk. Annyi, hogy a nappal meg az éjszaka, talán ez tud ebbe segíteni, de a nappal is olyan furcsa dolgok történnek. Na. Mindenkinek nagyon jó éjszakát. Sziasztok! Holnap találkozunk. Béka.